Itt szalacson egy házi kenyeret fogunk készíteni, igazi házi kemencében, mert hogy itt a háznál van kemence, és itt vagyunk Sárikáék házánál, aki a helyi segítőm. Sárika, hogyan kezdjünk neki a kenyérnek, amikor az ember azt gondolja, hogy van otthon egy kemencéje, vagy van valami szándéka legalább, hogy neki induljon egy kenyérsütésnek? Na hát először is, itt van a megszitált liszt, ezt légy szíves, borítsd oda bele. Az egészet? Hát nem az egészet, egy kicsit hagyjál belőle. Jó, amiből és csak így bele? Abba a felébe. Miért? Ez fontos, hogy melyik felébe megy? Hát nem annyira fontos, de így szoktam meg. Az előző napon már elkészítettük a kovászt. Lisztet, élesztőt, hiában főtt, majd lereszelt krumplit és langyos vizet kevertünk össze hozzá. Az éjszakai pihentetés után hozzáöntjük a liszthez. Régen mindig a tésztából vettem egy darabot. Az előző kenyérnek a tésztájából, igen, és akkor azt liszttel felsúroltam, megszárítottam, és mielőtt akartam kenyeret sütni, beáztattam, úgy mondják morzsóka. És akkor a morzsóka, akkor gyakorlatilag egyszer kellett egy morzsókát összehozni, igen, az embernek. Igen. Az elején és is mindig volt belőle. Igen, és nem feltétlenül volt szükséges élesztő. Nagyon fontos az alapos kidolgozás, vagyis a dagasztás, ugyanis az a célunk, hogy minél több levegő kerüljön a tésztába. Ez az élesztővel együtt lazítja a tésztánkat. Fokozatosan langyos vizet adagolunk hozzá. Addig dagasztunk, amíg hólyagos nem lesz a tészta, és már kezd leválni a kezünkről és a teknőfaláról. Kemény fizikai munka ez, de megéri, mert ez a kenyér akár 2 hétig is eláll. Nyáron úgy tudjuk tartósabbá tenni, hogy egy kevés ecetet is adunk a tésztához. Dagasztás után konyharuhával letakarva, melegen tartva keresztjük. Szóval nagyjából egy óra telt el, megkelt a tésztánk, úgyhogy ha már megnyomjuk, akkor most már olyan, mintha egy nagy paplan lenne itt mellettünk. Mennyit kell ebből szakajtani? Vagy ezt hát attól függ, hogy melyikből mekkorát akarunk. Vannak kisebb méretűek, nagyobb méretűek, mondjuk ebbe a kosarakba, ebbe olyan körülbelül 4-5 kilós kenyeret fogunk sütni. Jó, akkor 4-5 kilós lesz egy darab, akkor igen. Az szép darab lesz, ez egy hétre is elég lesz. Hát attól függ, hogy mekkora a család és hány vendég érkezik közbe. A kenyér méretének megfelelő darabokat szakajtunk, majd a folyamatosan lisztezett teknőben cipókat formázunk. A cipókat lisztezett kendővel bélelt kosarakba, vagy zsíros falu edényekbe tesszük. Ez alatt felfűtjük a kemencét. Szalacs fölnyékén hagyományosan kukoricaszárral, vagy ahogy itt mondják, csutka izikkel fűtik be azt. Amikor az utolsó parazsat is félrehúzzuk, jöhetnek is a kenyerek. Elkészült a kenyerünk, kivettük a kemencéből, és hát szép nagy lett, ekkorának kell lennie. Jól dolgoztunk? Hát igen, én remélem, hogy jól dolgoztunk. Hát egy kicsit megpirult, de azt szépen leverjük, és aztán megkóstoljuk. Jó, oké, csak így a késsel. Ezt így a késsel, így szépen lepasmagolom róla. Nézd, milyen szépen lejön. Kicsit erősen. Azt hiszem, hogy egy ilyen kenyérnek a készítése, komoly izompróba, erőpróba, és nagyon meg kell dolgozni azért, hogy az ember egy friss, egészséges, jó és csodálatos házi kenyeret készítsen. Azt hiszem az újbóra ez nagyon jól fog esni. Biztos. Hát még gyúrok, azt hiszem majd arra, hogy ilyen jól tudjak majd gyúrni. Köszönöm szépen. Nem, meghívlak máskor is. Köszönöm. Jövök is. Jó. A műsor a Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program keretében valósult meg, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. Proiectul a fost implementat prin programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România și este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de cofinanțarea națională a celor două state membre participante în program, Ungaria și România.